Sziasztok! Berczellel köszöntünk mindenkit, innen a gyerekszobából, a játszó sarokból. Egy elképesztően sűrű hét után próbálom összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt napokban. Zajlik gőzerővel, dübörög a kampány, és 13 választókerületet tudtam meglátogatni Kelet-Magyarországtól Nyugat-Magyarországig, délről északig. És miközben nyilvánvalóan arról beszélünk, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, mit kínál az ellenzéki választási egységfront. Ezen közben az Európai Unióban is zajlik egy nagy vita, hogy milyen Európát szeretnénk a következő évtizedekben. Igen, miattuk, a gyermekeink, unokáink miatt. Az Európa jövőjéről szóló konferencia célja, hogy az elvárásainkat megfogalmazzuk az Európai Unió kapcsán. Ezért kihasználtam az alkalmat, és Újszentiváron is, és Ózdon is bekopogtattam egy-egy családi háztartásba, hogy beszélgessünk Európáról, Magyarországról, mindarról, ami minket kell, hogy érdekeljen ebben a gyönyörű közösségben. Csak felfelé? Igen. Második. Nézd meg, itt vagyunk. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen a befogadást. Éppen meséltem a kollégáimnak, hogy hát annak idején minden héten itt voltam Újszentiváron. Nem volt esemény, hogy ne legyek itt. Akkor még nem is gondoltam, hogy én valaha európai parlamenti képviselő leszek. De nagyon jó, hogy ott vagy. Marika, akkor segíts nekem megfejteni, hogy hogyan gondolkodik az ózdi közösség Európai Unió Magyarország viszonylatában. Ezt érzi vajon ez a közösség, ez a lakóterület annak a veszélyét, hogy kisodródhatunk az Európai Unióból? Hát sajnos a szele ugye megcsapott bennünket, de reméljük, hogy azért bent maradunk. Ezt sokan hangoztatják, hogy nem szabad kérdetni. És de annak... még a fideszes szavazók is? Van azok közül is, aki azt mondja, hogy onnan legalább kapunk egy kis pénzt. Milyen most az ózdi egészségügyi szolgáltatás minősége? Kevés az orvos. Tehát nagyon kevés az orvos. Ugye ezek a műtős orvosok. Kettőt műt, lehetne tízet is tudna, mert bírna, de csak kettőt műt, mert ehhez kap támogatást. Itt Magyarországon egy bőrgyógyászatra 3 hónapra kapunk időpontot. Egy bőrgyógyászat nem olyan, hogy jaj, hát hónapra elmúlik. Például Barcikára kell bemenni, szemműtétre, Miskolcra kell menni, egy mammográfiára, tehát, és ez mind pénzbe kerül annak, aki utazik, vagy esetleg a társadalom biztosításnak, mert ugye fizeti az úti költségkérítést. Van egy olyan tervünk, ezen dolgozunk az Európai Unióban, hogy legyen egy úgynevezett Európai Egészségügyi Unió program. Ez már zajlik egyébként a héten a Európai Rákellenes stratégiával kapcsolatban fogadtunk egy nagyon fontos javaslatokat, szabályokat, irányelveket, vagy irányokat. Az a javaslatunk, hogy minden tagállami kormánynak kötelező legyen egy európai szakmai szervezetek által meghatározott minimum szolgáltatási minőséget biztosítani. Hogy éli meg most az újszentiváni közösség szerintetek az Európai Uniós tagságot? Csak hallomásul tudjuk, hogy erre is kaptunk pénzt, arra is kaptunk pénzt. Sajnos legtöbbször olyan beruházások vannak, ami más kellene helyette. Tehát jön az EU-s forrás, de közben nem biztos, hogy arra költi egy-egy vezető, amire szükség lenne. Mire várnátok el ti, bocsánat, hogy tegeződünk, de nem, 100 éve ismerjük egymást, úgyhogy nem is tudnánk magázódni szerintem.
fogadott nagymamáim, túl Szent Ivánban, vagy édesanyáim. Szóval, hogy mire költenétek ti az európai uniós forrásokat? Hát itt a falu, ez egy olyan szép kis település volt, és hát a járdák, hogy mondjam, nagyon pocsék állapotban vannak. A kutya mögfialna néhol a járdá. Ugye maga a város régi, 30, nem tudom, ez az a 50-es években épültek, de nem csak az én környékem, más környék is, ahol régi fűtésrendszerek vannak. 300 ezer forintba kerülne a költsége annak, hogy lecseréljék a kéménnyel együtt. Hol tudja megtenni azt egy kis nyugdíjas, hogy 300 ezer forintot adjon azért, hogy neki legyen egy új konvektor, ami a meleg vizet adja? Tehát, hogyha én azt mondjuk fő feladatomnak tekintem, hogy az önkormányzatokkal közösen, igen, Ózdal és kistelepülésekkel is azt mondjuk, hogy a következő években az európai költségvetésből, és itt azért súlyos 10 milliárdokról beszélünk, tehát itt ez nem két forint. Igen. De ha azt mondom, hogy az önkormányzatok, akik ebbe partnerek, álljunk neki, és minden háztartást modernizáljunk. Biztos nagyon örülnének neki. Ennek lenne értelme, és azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint a megalomán Orbáni fejlesztés. Igen. Akkor megvan egy feladat, amit el kell végezzünk, Sanyi. Mi az, ami egyébként szerintetek nélkülözhetetlen az Európai Unió és Magyarország viszonyában? Egyáltalán szükség van az Európai Unióra, vagy sem? Szükség. Ezt így érzik a többiek is? Damjanis utcában máskor megkérdeznek? Mindenütt ezt érzik, hogy szükség van. És szükség. Nem érzik annak a veszélyét, hogy ez az állandó kardoskodása? Sajnos érezzük, mert ugye az idősebbek, akik tanyán vagy külterületen laknak, nem annyira tájékozottak, de mi ugye már a gyerekeink meg az unokáink érdekében is azon vagyunk, hogy az unió nagyon sokat tesz azért, hogy a gyerekeink boldoguljanak, nem úgy, hogy milliárdos kölcsönöket veszünk föl, mert ezt még mondtam, hogy én nekem még az ők unokám is fizetni fogja. De ez az osztogatás. Hát ez miből van? Kölcsönből. Az uniós pénz nem kő, amit csak tálcán odaadnák, hogy tessék, vidd haza. Nekem mindig az volt a tapasztalatom, hogy ha nem az önkormányzathoz érkezik, akkor föntről a megye járás, vagy bármilyen pénzosztó rész a csókos fiúkat helyezte előtérbe. Ha ide leküldik a lehetőséget az önkormányzathoz, sokkal nagyobb lehetőségeink lenne itt a faluba is, mint ahogy kellene egy új iskola például. Hogy szerinted mennyire veszik be az emberek ezt a kormányzati hazugságot? Hogy azért büntet minket az unió, mert? Hát szerintem nem nagyon veszik be ezt a hazugságot. Tehát nem hisznek már az Orbán rendszernek. Azt harsogja a Fidesz médiája, hogy az hazaárulás, hogyha én megszavazom azt, hogy egyébként piros lapot mutassanak fel Orbánnak. Mi a helyes viselkedés? Hát szerintem nem szabad engedni, mert így is nagyon sok már az ő, hát úgy mondom, hogy fekete listájára írható. Mert nekem senki, én 73 éves vagyok, bocsánat, hogy elmondom, de senki nem mondja nekem azt, hogy egy gázszerelő mondjuk 10 év alatt, vagy 15 év alatt milliárdos lesz, vagy a veje, akinek bankja van, ugye a Granit Bank az övé, 50-valány százalékban. Hát, meg hogy ő a fizetésiből. Hát szeretnék én abból a fizetésből megélni, mint nyugdíjas. Mi az, amit elvárnátok az Európai Uniótól? Értem, mindannyiunknak a források fontosak, kapjuk meg a forrásokat. Igen, és de arra, amire kell. Igen. Hát én szerintem, amit beszéltek is, hogy ebbe az ügyészségbe, Európai ügy, ebbe föltétlen bele kéne lépni, mert ott legalább eldöntik azt, hogy mi a valóság. Igenis követeljék meg azt, hogy ami uniós forrás jön, az arra menjön, amire kapjuk. Szerintem nem ördögtől való dolog az, hogy egy Európai Egyesült Államok alakuljon ki. Én a szóval... Lehet, hogy rossz a szó. Nem szerettem a kifejezést, mert szerintem sokakat megrémiszt. Mi Magyarországon akarunk lakni, nem egy Európai Egyesült Államokban. Én azt gondolom, hogy talán kerüljük a kifejezést, viszont ott azokon a területeken, védelempolitika, egészségpolitika, sok más terület, ahol több Európára lenne szükség, ott ezt adjuk meg, és számos döntésnél pedig, te mondtad, adjuk oda a döntést a helyi
országoknak. Kistérségi, térségi önkormányzatoknak oda, ahol való. Azt szeretném, fiúk, hogyha elvinnétek az Uniónak azt az üzenetet, hogy azért harcoljatok, hogy legyünk benne az Unióba, és mindent tegyetek meg érte, hogy ez az Orbán rendszer szűnjön meg a maga korrupciójával is, és mindenne. Remélem, mindenki tudott okulni ezekből a beszélgetésekből, esetleg magára is ismert sok ember az itt elhangzott véleményeket hallva. Hogyha van véleményetek, akkor küldjétek el nekem e-mailen, ide kommentelve, vagy bármilyen más csatornán keresztül. Én továbbítom a magyarok álláspontját, elvárásait az Európai Unió fele. De először is április 6-án dönteni kell, hogy Orbánisztánban, a kisodródó Magyarországon, vagy pedig az Európai Uniós Magyarországon szeretnénk élni. Mit tekintünk nagyobb biztonságnak az ország gyermekünk jövője szempontjából? Sziasztok!